Hát itt vagyunk egy kis erdőben a Hortobágyon. A délelőttet azzal töltöttük, hogy fészekodukat készítettünk. Ezek belsősorban reményeink szerint a kékvércse fog majd költeni. És azért fontos, ugye, hogy odukat helyezzünk ki nekik, hiszen ők maguktól nem építenek fészket. Tehát ezzel ugye könnyítjük azt, hogy találjanak maguknak megfelelő helyet, ahol tudnak költeni. A természetvédelem ugye fontos, de nem feltétlenül érezzük ezt a mindennapokban. Ezek a programok rácáfolnak, hiszen a mérnök tanártól kezdve az óvónőn át nagyon széles foglalkozáskörből érkeztek ide emberek. Tehát igenis azt látjuk, hogy a mai ember számára fontos a természet, és ezért tenni akar. Néhány egyszerű faanyagból, vagy akár hulladékból is lehet olyan kis fészkelést elősegítő objektumokat gyártani, amely hozzánk közelebb is hozhatja a természetet. Ez az odú típus, amit ugye elsősorban preferáltunk, ezek a vércsék, tehát apró termetű sólyomférék számára, a kékvércse és a vörösvércse számára készültek, mert a tapasztalataink alapján a erdélyfüres bagoly, illetve a csóka is előszeretettel használja. OSB lap alapú mindegyik költőláda. Ezeket szögeltük, illetve festettük a dél alatt, illetve láttuk egy olyan hátlappal, aminek a segítségével fel tudjuk őket tenni a fákra itt az erdőben. Délután pedig létráról fölmászva a fákra megfelelő tájolással, illetve ideális magasságból elhelyeztük őket. Mindenki csak, hogyha a saját közvetlen lakókörnyezetében olyan életmódot folytat, amely az a természet számára hosszabb távon is tolerálható és fenntartható, akkor úgy gondolom, ennek globális szinten is van jelentősége, akár környezetvédelem, akár természetvédelem szintjén. Valamit tudunk a természetért tenni, ráadásul olyan emberek tudunk valamit a természetért tenni, akik azért jöttünk össze, mert kedveljük és valamit szeretnénk ezért tenni. A kis lépések egy nagy lépést és egy nagy óceáni eredményt fognak hozni végül is a jelszó alapján. Nagyon fontos az, hogy példát mutassunk, tehát hogy én egyénként, szülőként, anyaként, bármiként mit teszek. És azt gondolom, hogy ez hatással lehet egy emberre. De ha már egy emberre tudok hatni, én azt gondolom, hogy már megérte élni, már megérte egy ilyen eseményen részt venni, és azt gondolom, hogy ezáltal lehet, hogy nem egy ember, hanem kettő, hanem sokkal több fogja ezt követni. Nagyon örülünk annak a kezdeményezésnek, hogy a Varázslatos Magyarország megkereste a Nemzeti Parkot, amivel felajánlotta azt a segítséget, hogy megszervezik és segítséget nyújtanak abban, amire nekünk a mindennapi természetvédelmi munkánk mellett talán kevesebb időnk jut. Rengeteg érdeklődő mellett ugye korlátozott számban tudtuk fogadni a jelentkezőket, de aki itt van, úgy gondolom, hogy mindenképpen kivette a részét a természetvédelemből, amivel mi itt a Hortobágyon a Nemzeti Park berkein belül nagyon tudunk örülni, és ezúttal is köszönjük a Varázslatos Magyarországnak ezt a felajánlását.